mai napig is megnézem a fiatalokat, egy kicsikét olyan irigy vagyok rájuk. A maximum az volt, hogy megnéztük, nagy dolog volt, ha megfogta a kezedet, az már nekünk egy ilyen feltűnő dolog volt, hogy na megfogta egy fiú a kezemet. De nem olyan volt, hogy ez most, mint ahogy most már úgy látjuk, hogy olyan szabadon elmehetnek, hát mi nem mehettünk el ilyen helyekre. Hát a mai világ olyan felgyorsult, és éppen ezért én azt hiszem, hogy azért van ez, hogy ilyen korán érnek, meg korán kerülnek ilyen akár testi kapcsolatokba is, hogy azért mennek aztán később férhez, meg azért szülnek későbben, meg a fiúk is azért nem nősülnek olyan hamar. Én az ismerősök körében nagyon sok olyannal találkozok, hogy nem nősülnek, és nem akarnak nősülni, és kapcsolatot, és a felelősséget vállalni. Éppen azok, akik úgy érzik, hogy nekik a családjukért felelősséget kell vállalni. Én úgy gondolom, hogy szerelemben, erkölcsben egy kicsit elszaladta a norma. Ebben is azt mondom, hogy kitartást, és igazi őszinte szerelmet kellene egymás iránt mutatni, mert most felnőtt nagyunokám van, 18. éves, azért látom, hogy nem a családi tapasztalatból, de hát látom, hogy ma ez a barátnőm, holnap az a barátnőm, korábban ez nem így volt. Lehet, hogy konzervatív vagyok mindenben, konzervatív hozzáállású, de egy kicsit vissza kellene tekinteni a múltban, a múltbéli erkölcsökhöz. Nem biztos, hogy azok nagyon jók voltak és pontosan követni kell, de a jelenleginek és a múltbélinek egy kicsit közelíteni kellene egymáshoz. Tehát itt is azt mondom, hogy tisztelni, szeretni kell egymást, és nagyon komolyan kell venni a házasság után is azt, hogy jóban, rosszban. Ez nagyon fontos lenne. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.